hogy az edzőnket ért. Én személy szerint még nem volt alkalmam rá, de megtiszteltetés volt, hogy veled játszottam egy csapatban. És most pedig mindannyiunknak megtiszteltetés, hogy a te irányításod alatt játszhatunk. De hát is adnám egy kicsit a szót nekik, mert ők is készültek egy kis meglepetéssel. Hello! Mondhatjuk azt, hogy megtiszteltetés veled dolgozni. Úgyhogy készítünk egy kis meglepetéssel. Úgyhogy mehet. Jó. Gold a Rózsit! Gold a Jancsit! Ez az én csapatom. Meglepetésünk készen még a következő. Gold a Jancsit! Készítünk meg egy ilyen. Atya úristen! Királyok vagytok! Megvan a királyok! Megvan a királyok! Köszönöm szépen! Köszönöm! Köszönöm! Úristen! Gyerekek! Még egyszer gratulálom! És legalább ilyen hosszú edzépárkodás is hívánk! Úgy legyen! Köszönöm! Tudom, most ott gondolom, ahol gondolok ezeket. Köszönöm szépen! Itt van, köszönöm! Ez az én csapatom, látjátok? 374, 122, jesszus már. Fú, basszus, gyerekek. Ha már kaptál poharat. Hát ez. Hát ez kisebb merem bontani. Olyan jól néz ki. Ez egy ilyen nap megint. Visszacsöppentek egy hónappal. Igen, tényleg olyan nem, hogy itt visszamentünk volna megint az időbe. De ez egy jó pitch, hogy nézőkkel, nem? Igen. Mit hát szóltak, amikor oda mentél hozzájuk? Hát még kevés idő volt, ugye tartották még a transzparens, amit ezúton is köszönök. Elképesztő látvány volt, hihetetlen. Alap, hogy oda kell menni a szurkolók elé, ezt mindig csapatkapitány, és ezt mindig a játékosoktól, mindenkitől elvártam, hogy oda kell mennie még a legnagyobb bajba is. Úgyhogy hát igen, így egy kicsit jobb érzés, úgyhogy hogy így szeretik az embert, úgyhogy ez a transzparencia is elképesztő. És az, hogy a klub visszavonultatta a messzámomat, tehát az meg, hát tényleg nem hittem el egy pillanatra. Megint visszacsöppenünk egy ilyen érzelmes pillanatokra, nehéz mit mondani, de igen, tehát hogy nehéz szavakba önteni, amikor az ember egy ilyen dolgot átél, hogy mit is érez, mert ezt csak így belülről tudom.